Köszöntöm Önöket, Apáti Bence vagyok, a főhős látják, a Hír TV Sztár magazinját. Mai főhősünk elhagyja a politikát, erről közösségi oldalán számolt be. Az EP képviselő Morvai Krisztina karrierjét mutatjuk be, aki nemzetközi jogászként jutott be, kétszer is a Jobbik listáján az Unióba. Majd kiábrándult a becukisodott pártból, és vélhetően visszatér a katedrára. Mutatjuk majd ezt. Nincsen menedékház a bántalmazott nők és gyerekeik számára, változatlanul nincsen országos képzés az ügyészek, bírák, rendőrök számára. És ezt. Elszállít a menedéléseket! Bemutatjuk ezt is. A magyar haza sorsáról történő döntéshozatal nem Pesten volt, hanem Brüsszelben, Washingtonban, Tel Avivban. De erről sem feledkezünk meg. És migráció barát képviselőtársaim, hát az a helyzet, hogy önök ezt a Sargentini jelentést elbukták. Mint ahogy említettük, Morvai Krisztina nem sokkal ezelőtt egy Facebook bejegyzésben köszönt el az emberektől, a politikától és a nyilvános szerepvállalástól. De nézzük, mi történt előtte. Morvai Budapesten született, felmenői gazdálkodók voltak, édesapja első generációs értelmiségi. Édesanyja topmodell, manöken volt 30 éven át. Az ELTE állam és jogtudományi karán szerzett jogászdiplomát, de tanult Londonban, majd tanított az Egyesült Államokban is. Strasbourgban az Európai Emberi Jogi Bizottság jogásza volt. 4 éven át dolgozott független ENSZ szakértőként a Női Jogi Szakbizottságban. Fő szakterületei a büntetőjog, bűnügyi tudományok és az emberi jogok. Az egyetem elvégzése óta az ELTE állam és jogtudományi karának büntetőjogi tanszékén tanít és kutat, jelenleg egyetemi docensi beosztásban. Morvai a családon belüli erőszak jelentős kutatója, egy időben feminista aktivista. 2006 és 2008 között a Civil Jogász Bizottság társelnöke volt. Ez alatt a 2 év alatt a 2006-os véres tömegoszlatások áldozatainak ügyét vizsgálta. 2009-ben lett a Jobbik EP lista vezetője, majd 2 cikluson keresztül európai parlamenti képviselőként dolgozott. Minek utána minden pártbéli kötődését a Jobbikkal elvesztette, és más pártcsaládokhoz sem kezdett el közeledni, ezért várhatóan politikai szerepet május 26-át követően nem fog kapni, így pedig nyilván azért nehéz a politikai vízfelszínen maradni, ezért Morvai Krisztina egy észszerű döntést hozott akkor, amikor most nem csak az Európa Parlamenti munkáját, de a politikában folytatott munkáját is befejezi. Egy politikus részéről, amikor úgy látja, hogy elfogyott mögül a tábor, mondjuk úgy kifutott a szériája, akkor lemond és visszavonul. Ez szerintem egy nemes gesztus egy politikus részéről, amikor érzi, hogy ennek itt van az ideje, akkor megteszi ezt a lépést. Ugyanakkor Morvai Krisztinát én úgy ismertem meg, mondjuk a tévéképernyőn keresztül, vagy akár félig meddig újságíróként személyesen is, hogy mondjuk úgy szeret szerepelni, szereti, hogyha hallathatja a hangját, hogyha elmondhatja a véleményét. És ugye ezt Brüsszelben is megtette az elmúlt években, Budapesten is korábban, úgyhogy van egy olyan hátsó gondolatom, hogy valamilyen más szerepben, ha nem is konkrét politikusként, hanem valami közéleti személyiségként, egyfajta váltezként még megpróbál majd visszaférkőzni a nyilvánosságban, nem zárnám ki ennek lehetőségét. Morvai Krisztina, miután kifúrták az ENSZ-ből, hazajött és kutatott. Mint a Női és Gyermekjogi Központ igazgatója, az ő kérvényére kapott kegyelmet Mádl Ferenc köztársasági elnöktől az apja meggyilkolása miatt elítélt Simek Kitti. Gyakran nyilatkozott a Hír TV-nek a családon belüli erőszakról és a gyermekbántalmazásról. Nincsen menedékház a bántalmazott nők és gyerekeik számára, változatlanul nincsen országos képzés az ügyészek, bírák, rendőrök számára, változatlanul nincs távoltartó rendelkezés, nincsen olyan krízisközpont, ami megfelel a nemzetközi követelményeknek. Kérjük a gyermek védelmében, hogy a határozat terjedjen ki majd arra az esetleges elutasítás esetén, hogy hogyan gondoskodik a magyar állam ezek után a gyermek életén és emberjogainak védelméről.
Hiába tett le az asztalra nemzetközi jogászként sokat Krisztina, igazi ismertséget 2006-ban szerzett magának, amikor az öszödi beszéd után a véres rendőrterror, az oszlatás és a könnygáz időszaka jött. Meg is alakították a civil jogászbizottságot és védték az áldozatokat. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Morvai Krisztina otthon nézte a Hír TV élőadását. Később azt nyilatkozta a sajtónak, hogy a lángoló autókat látva gyerekeinek el kellett magyaráznia, minden forradalom, felkelés, adott esetben a hatalom elleni megmozdulás bizony ilyen áldozatokkal jár, és ezen nem szabad csodálkozni. Lényegében az ostromot nem tartott a zavargásnak. Igaz, hogy a TV székháznál történt rongálástól másnap minden parlamenti párt elhatárolódott, de a rendőrség tehetetlenségét és az öszödi beszédet a Fidesz napirenden tartotta. És eljött 2006. október 23-a, amikor Morvai Krisztina is részt vett a Fidesz nagygyűlésén. A jogállamiság védelméért az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértésének büntette miatt fordult az ügyészséghez Morvai Krisztina. A büntetőjogász két gyermekével vett részt a Fidesz október 23-ai emlékgyűlésén, amikor beadványában az eseményekre hivatkozva a rendőrség erőszakkal akadályozta meg a békés rendezvény elhagyását. Morvai Krisztina szerint az oszlatást elrendelő parancsnok bűncselekményt követett el. Hát a rendőrök nem tették meg a hivatali kötelességüket, de én úgy gondolom, hogy megteszem a hivatásbeli kötelességemet és a lelkiismereti kötelezettségemet, és a többi kollégámat is erre biztatom, és mindazokat erre biztatom, akik ott voltak, látták, hogy mi történt, hogy tegyenek feljelentést, hiszen itt bűncselekmények történtek, és a jogállamiságot csak úgy tudjuk megőrizni, hogyha a jogsértéseknek jogi következményeik lesznek. Bacskai Károly munkahelyének közelében több fotót és amatőr felvételt is készített az eseményekről. Ezeken az látható, hogy a Deák tér felől, még a Fidesz rendezvény ideje alatt könnygázzal és gumilövedékkel lőtték a rendőrök a békés embereket. Az egyik megsebesültet, akinek a kezén óriási sebesülés volt és folyt a vér belőle, őt ki is vittük a teraszra és mutattuk a népnek, a tömegnek, hogy hát lássatok meg, hát őket meglőtték. Hát a fején volt egy lövés, és a kezén héten szét volt teljesen a hús roncsolva. De ez akkor történt, amikor már Orbán Viktor beszélt, tehát egyértelműen igen. Morvai Krisztina feljelentést tett a fővárosi főügyészségen az október 23-ai rendőri túlkapások miatt. Az ELTE büntetőjogásza azt ígérte, ha a jogorvoslati fórumokon nem születne kedvező döntés, a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordul. Ezzel egy időben tartották meg Budapesten az emberi jogi konferenciát. Véres hétfő, szégyenletes események, így jellemezte az október 23-ai eseményeket Balogh Zoltán. A Fidesz emberi jogi munkacsoportjának vezetője beszédében arra kereste a választ, miként lehetséges, hogy a rendőrség egyik nap tehetetlen a Magyar Televízió székházánál, a következő napokban viszont ártatlan embereket fogdos össze és ver meg az utcán. Ilyen mértékű rendőrségi akciókat képtelenség elképzelni politikai felhatalmazás nélkül, akik ilyeneket állítanak, azok bennünket vagy hülyének néznek, vagy nincsenek igazán jó viszonyban az igazsággal. A politikus közölte, a kormánypárti többség valójában nem akar igazi vizsgálatot az október 23-ai eseményekkel kapcsolatban, és szerinte az MSZP-SZDSZ koalíció feláldozta a kormányzás oltárán a félelem nélküli szólásszabadságot és a gyülekezési jogot. Morvai Krisztina büntetőjogász ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, sok ezer ember méltóságát tépázták és taposták meg Budapesten. De egy valamit nem szabad nem észrevennünk, hogy ma egy hónapja 10 millió a magyar ember emberi méltóságának durva megsértése is elkezdődött azzal, hogy folyamatosan megpróbálják elhitetni velük, hogy a bűn nem volt bűn, hogy ami megtörtént, nem történt meg, vagy ha meg is történt, hát alapvetően helyes, hogy így történt.
Véleménye szerint az október 23-án történt eseményekről készült videókat nem csak az országos, de a helyi televízióban is kellene vetíteni, hogy mindenki megtudja, mi történt. Majd elkészült a morvai jelentés. A főbűnös ki más lehetett volna, mint Fletó. Fejbeütöttek, elsőnek a fejtetőmben, utána oldalt, ahol felszakadt a fejem, utána a vállamat, a hátamat, szó szerint addig ütöttek, amíg elestem, utána felrántottak, kitéptek a hajamból egy darabot. Ugyanolyan ruhába, ugyanolyan maszkkal, arc és jelzés nélküli rendőrök, nem lehet megtalálni őket. És félek, félek a rendőrségtől, ha ott vannak. Nem fogják tudni megtalálni őket. Gumibottal elég rendesen megvertek, kaptam egy ütést a fejemre, a vállamra, a hátamra, a bordámra. Majd megbilincseltek ezzel a torkbilincsel, aminek a nyoma mai napig látszik, mert olyan szinten ráhúzták. Ők azok az áldozatok, akiket a Morvai Krisztina jogász vezetésével felálló bizottság meghallgatott. Velük együtt 50 szemtanú és áldozat beszámolóját jegyezték fel. A rendőri brutalitások fő felelősének a kormányfőt tartották. A másik bizottság következtetésével ellentétben mi törvényes alapon meg tudjuk nevezni az eseményekért felelős embert. Ez pedig Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Démonizálás, rendőri brutalitás és önkényes letartóztatások. A többi között ezzel jellemezte a bizottság megállapításait a testület egyik elnöke. A vizsgálat kimondta, Gyurcsány Ferenc az események első számú felelőse, mert a rendőrség a kormány irányítása alatt áll, de a kormányfő nem állította le a rendőri brutalitást október 23-án. Fletó ráadásul az ezt megelőző napokban példamutatónak nevezte a rendőrök munkáját, amikor az egyenruhások már gumibotot használtak és szemmagasságban lőtték a könnyezgránátokat. A jelentés szerint ezzel a miniszterelnök felhatalmazást adott a további jogsértésekre. A dokumentum több ponton is kritizálta a többi közt az azonosító hiányát és a vipera használatot is. Vagy Ribillió, vagy Gyurcsány Ferenc. Harmadik út nincs. A mi bizottságunk úgy gondolja, hogy van, és ugyanezt nem beszéltük meg egymás között, tehát ez csak az én személyes véleményem, de úgy gondolom, hogy nem lehet Magyarország miniszterelnöke olyan ember, akinek vér tapad a kezéhez. Morvai Krisztina szerint, ha a miniszterelnök felülbírálja eddigi álláspontját, és bocsánatot kér, amiért a rendőri akciókat törvényesnek minősítette, akkor megakadályozható, hogy megismétlődjenek 2007. március 15-én a 2006-os szeptemberi és októberi események. Morvai Krisztinának is kijutott a könnygázból 2009. március 15-én, amikor a felvételek tanúsága szerint ok nélkül kezdtek el oszlatni egy alig 20 fős hazafelé tartó csoportot a Nádor utcában a rendőrök. A történtek előzményeiből és összefüggéseiből egyértelmű, hogy a rendőrök felsőbb utasításra, politikai megrendelésre cselekedtek, pontosan tudva, hogy egy európai parlamenti képviselőjelöltet bántalmaznak. Az a vakmerőség, hogy mindezt a belvárosi utcán, kamerák jelenlétében merik megtenni, azt jelzi, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette kormány Magyarországon nyílt, gátlástalan, totális diktatúrát folytat. A történtek miatt Morvai Krisztina feljelentette Gyurcsány Ferencet és Draskovics Tibort. Az általa feltételezett túlkapásokat a rendőrök szerinte nem merték volna elkövetni a miniszterelnök és a rendészeti miniszter felhatalmazása nélkül. A Civil Jogászbizottság 2008-ig végezte a munkáját. Közben Morvai Krisztina egyre közelebb került a Jobbikhoz. Jött a 2009-es EP kampány, és listavezető lett a pártnál. Kapott érte hideget, meleget. Krisztina nem volt rest, üzent is az Amerikában élő zsidóságnak. Emlékeznek még a magunkfajta és a magukfajta kifejezésre, valamint a metélt farkincás esetre, nem? Akkor felidézzük. A Mazsihisz honlapján azt írta, hogy példátlanul obszén, nyílt antiszemita kirohanást tett a Jobbik EP listavezetője. Történt ugyanis, hogy Barát Gábor, a magát büszke magyar zsidónak valló férfi, évek óta levelező tagja az Egyesült Államokban működő, a szó klasszikus értelmében vett konzervatív értékeket valló Deák Ferenc polgári internetes levelezőkörnek. Ennek a körnek a nyílt levelező listájára, bár Barát Gábornak címezve, de ezt küldte el Morvai Krisztina.
Nagyon örvendenék, ha magukat büszke magyar zsidóknak titulálók szabadidejükben aprócska metélt farkincájukkal játszadoznának az én gyalázásom helyett. A maguk fajták megszokták, hogyha egyet szellentenek, már is vigyázva áll és önökhöz igazodik minden magunk fajta. Szíveskedjenek tudomásul venni, ennek vége. Felemeltük a fejünket, és nem tűrjük tovább a maguk fajták terrorját. Visszavesszük a hazánkat. Szívélyes üdvözlettel, Morvai Krisztina. Később ezt azzal magyarázta, hogy a magánlevelezéséről nem tartozik senkinek beszámolóval. A maguk fajta és a magunk fajta kifejezés miatt már korábban a Nap TV-ben is keresztűzbe került. Miért gondolja úgy, hogy maguk fajták vannak ebben az országban, és magunk fajták vannak ebben az országban, és aki az ön oldalán áll, azoknak egy hazájuk van. Erre még mindig nem kaptunk választ. Hát tudjuk, hogy a miniszterelnök úr is többek között biztatja a magyar embereket arra, hogy menjenek el külföldre, éljenek ott, azok, akik esetleg kritikát fogalmaznak meg az itteni állapotokkal kapcsolatban. Ilyen nem hangzott el soha, ez egy nagyon erős csúsztatás. De arra még mindig nem válaszolt, hogy mi jogosítja önt fel arra, hogy magunk fajtára és magunk fajtára ossza fel az országot. Az, hogy az ország a rendszerváltozás óta így oszlik fel, van egy magát vele születetlen, felsőbbrendűnek képzelő értelmiségi elit és média elit, akik úgy gondolják, hogy ők tematizálhatják a közéletet, ők mondják meg, hogy merre van előre és hátra, és megszokták, hogy a magunk fajták abszolút nem származás szerint, több zsidó ember is magunk fajtának érzi magát, igen sok cigány ember, semmi közel ennek a származáshoz, önök újraírják, újraértelmezik az élelemelemet. Morvai Krisztina részt vett ebben az időszakban aktívan a Jobbik politikájában, alakította is azt, segítette, hogy népszerűbb legyen, hiszen ő szinte kvázi egy intézmény volt, amelyik a Jobbik népszerűségének a növekedéséhez is hozzájárulhatott, volt neki egy személyes varázsa, ha fogalmazhatunk így, de voltak olyan mondatai, amik miatt ma is mondhatjuk, hogy vállalhatatlan kijelentéseket tett, és vállalhatatlan az, amit ő művelt abban az időszakban, például a zsidósággal kapcsolatos megjegyzései, vagy Izrael támadása. Azért nem szabad elfelejteni a 90-es években folytatott politikáját sem, tehát igen, ő szélsőségesen liberális, feminista aktivistaként kezdte a munkáját, majd az ottani csalódások tolták át valóban a szélsőjobboldalra, viszont a szélsőjobboldalnak is a legszélére, amely kétségkívül a mai magyar parlamenti pártok közül kvázi semmelyik politikai szerveződésnek a politikájával nem hozható egy platformra. Tehát hiába próbálta meg Morvai Krisztina alapvetően közelíteni a saját gondolatvilágát mondjuk adott esetben a kormánypártoknak a retorikájához, teljesen egyértelmű, mint ahogy a korábbi jobbikos megszólalásokból is kitűnik, hogy azért a Jobbiknak a tagjai honnan is jöttek, így Morvai Krisztinának a korábbi megszólalásaiból is kitűnik, hogy ő pontosan milyen ideológiai eszméket tekint a sajátjának, és ez nyilván nem fogja tudni megtagadni, és éppen ezért a vele való együttműködés azért az óriási kockázatot jelenthet bármely pártnak. Végül ezekből az ügyekből nem lett semmi. Morvai Krisztina úgy megrántotta a Jobbik népszerűségét, hogy azonnal 3 képviselőt küldhetett Brüsszelbe az uniószkeptikus, akkor még radikális Jobbik. A Jobbik nagyon készült a 2010-es országgyűlési képviselőválasztásra. Morvai Krisztina ekkor már annyira meghatározó személyiség volt párton kívüliként is, hogy köztársasági elnökjelölté választották. Vona biztosra ment. Beszédében Morvait is megemlítette. 2010. március 15-én a Jobbik Budapest belvárosában ünnepelt, kiemelt rendőri készültség mellett. A színpad előtt a radikális párt csendőrségének egyenruhásai álltak sorfalat. Vona Gábor pártelnök győzelemre készült a választásokon. Tudják és érzik, hogy a Jobbik országgyűlésbe jutása majd nem azt jelenti, hogy egyel több parlamenti párt lesz, hanem néhány hónap múlva azt fogja jelenteni, hogy 4-jel kevesebb. A pártelnök akkor úgy fogalmazott, hogy mindenkit elszámoltatna, megszüntetni a mentelmi jogot, magyar földet pedig csak annak adna, aki megfelel a Jobbik által támasztott követelményeknek. A Rónán feltűnik egy német állampolgár, akit a történet kedvéért most csak hívjunk Salamonnak. Salamon földet akar venni? Hát akkor van néhány feltételünk. Az első feltétel, Sali, hogy igazod, hogy 10 éve Magyarországon élsz. Igazold azt,
hogy nem csak 10 éve Magyarországon élsz, de mezőgazdaságból élsz. Nem Sukoró, nem Pács környékén bújtál elő a bokorból, hanem a mezőgazdaság a hivatásod. Igazold azt, hogy a Rigó utcában gárdista nyelvvizsgabiztosok előtt letettél egy felsőfokú magyar nyelvvizsgát. Végezzel egy mezőgazdasági főiskolát, amelynek a vizsgaszabályzatát még kitaláljuk. A beugró kérdés már megvan. Sorold fel az Árpádházi királyokat évszámmal, egy perc alatt, visszafelé. És ha mindezzel megvagy, akkor menj fel a köztársasági elnöki palotába, dr. Morvai Krisztina várott rád, és neki két pecsétje van, magunk fajta és maguk fajta. A párt köztársasági elnök jelöltje és egyben európai parlamenti képviselője Magyar Bank alapításáról és a terrorizmus gyanújával előzetes letartóztatásba helyezett Budaházi György kiszabadításáról szónokolt. Morvai Krisztina szerint az elmúlt 20 évben nem Magyarországon döntöttek a magyarokat érintő ügyekről. Magyarországgyűlés, a magyar emberek, a magyar haza sorsáról történő döntéshozatal nem Pesten volt, hanem Brüsszelben, Washingtonban, Tel Avivban, az Európai Unióban. Szegedi Csanád a halálpártjának nevezte az MSZP-t, és felszólította a szocialista pártot, hogy ne induljon a választáson. Most tartunk egy kis szünetet, és ezzel jövünk vissza. Ön is ünnepel? Így van, nagyon ünnepelek, hiszen ez olyan gyalázatos médiumok, mint például a Hír TV, Eko TV, Magyar Hírlap és a többi, nem minősíthető tevékenysége ellenére is a magyar embereknek volt annyi eszük, hogy azért kritikát gyakoroltak az elmúlt 20 év politikai. Önök az első helyre várták magukat, vagy másodikra? Izrael állam pár évente meggyilkol és megsebesít 10 000 palesztint, és földig rombolja Gázát. Miért? Mert megteheti. Most olyan erőkkel akar szövetkezni a Jobbik láthatóan, amelyek ugye állandóan mondják, hogy demokrácia, emberi jogok, szabadság, stb., de könyörögve kérem, hát ők voltak azok, akik lovasrohamot vezényeltek a saját népükre, kardlapoztak, vízágyúztak, gumilövedékeztek, 14 embert lőttek szemen. Nem sunnyog, mindenki szépen ülve marad. Már itt is vagyunk. Morvai a 2010-es kampányban nem nagyon csípte a médiát. Csatornánk munkatársainak is többször beszólt. Egyszer így. Jó eredményre számítok. Hála Istennek most már nem a Hír TV, nem is az Echo TV, és nem egyéb irányított média az, ami az emberek döntéseit befolyásolja. Mi 4000 kampányrendezvényt tartottunk, rengeteg emberrel közvetlenül találkoztunk, komoly kampányunk volt az interneten. Aki megismerte a Jobbik programját és értékrendjét, az a Jobbikra szavaz. Ennek megfelelően én nagyon jó eredményre számítok. Majd a választások éjszakáján még tovább tolta. Ön is ünnepel? Így van, nagyon ünnepelek, hiszen ez olyan gyalázatos médiumok, mint például a Hír TV, Eko TV, Magyar Hírlap és a többi, nem minősíthető tevékenysége ellenére is a magyar embereknek volt annyi eszük, hogy azért kritikát gyakoroltak az elmúlt 20 év politikai. Önök az első helyre várták magukat, vagy másodikra? Nem tudjuk még mi lesz, gondolom szerkesztő se örül annak, hogy az MSZP esetleg megelőzi a Jobbikot, hát ezt még nem tudjuk, hiszen 2 hét van hátra a kampányból. Kérném szépen szerkesztő urat is, és a magukra valamit adó újságírókat, hogy az újságírói etika szabályainak a legalább minimális betartásával és a vonatkozó jogszabályok betartásával folytassák a következő 2 hétben a kampányról való közvetítést. Képviselőasszony, kérdezni én szerettem volna, de úgy láttam, hogy ezek szerint nem ment. De ön kérdezettől. Köszönjük szépen. Képviselőasszony, köszönöm szépen. Amellett sem megyünk el, hogy kiáll Budaházi György mellett, amikor a férfit több társával együtt terrorizmus gyanújával ültették a vádlottak padjára. Morvai koncepciós eljárást emlegetett. Egészséges humorérzékű ember nevet ezeken a dolgokon, az egész robbanóanyagban, vagy mit, futballlabda ügyön, meg a liftet robbantottak volna, lendvaila, stb. És ez az egésznek van valamilyen bizarr viccessége.
Nevetséges koncepciós eljárásnak nevezte a Budaházi György és társai elleni vádemelést Morvai Krisztina és Gaudi Nagy Tamás. Az Európai Parlament és a Magyarországgyűlés jobbikos képviselői szerint Magyarországon Gyurcsány Ferenc követett el terrorcselekményeket az utóbbi években, és nem Budaházi György. Ezért is tartották érthetetlennek, hogy a Magyar Nemzet és a Hír TV miért foglalkozik Budaházi állítólagos merényleteivel az előző kormány elszámoltatása helyett. Úgy látszik, hogy újra felmelegítették ezt a Szilvási Draskovics lend vagy boszorkány konyhában kifőzött levest. Csak hogy milliók állnak értetlenül amellett, hogy hogy fordulhat ez elő? Miért nem az elszámoltatásról beszélünk? Miért nem arról beszélünk, aminek a vérkövetkeztetését több jogász kollégámmal együtt megállapítottuk, mégpedig azt, hogy a BTK 261. paragrafusa szerinti terrorcselekményt Gyurcsány Ferenc és társai követték el 2006 őszén. A képviselő úgy vélte, egy illegitim rendszerrel szembeni fellépés módszerein lehet vitatkozni, ám Csintalan Sándor megveretése azért nem illik bele a sorba, mert szerinte az ügyészségen kívül senki sem állítja, hogy Budaházinak bármi köze lett volna a Hír TV műsorvezetőjének megtámadásához. Gaudi hozzátette, véleménye szerint a jogvédőket is célba vette a média, le akarják járatni őket. Majd mindenki megnyugodott, és a médiát Gaudiék nem bántották. Inkább a brüsszeli ügyekre koncentráltak sokan. Valamit soha nem tudunk elfelejteni. Emlékeznek még a Morvai Heller vitára? Mi? Igen. Follow power and their government unconditionally. Then why did the liberal socialist coalition government had to shoot at Hungarians in 2006 on the 50th anniversary of the 1956 revolution? Why did they have to cause serious injury to hundreds of people? Why did they have to put hundreds of people into prison and torture them in prison? Why did they have to do it on and on and on between 2002 and 2010? Why every single anti-government demonstration had to be dissolved by the socialist and liberal government? Where were you, Professor Heller, during all those years? Where were your European liberal friends during all those years? Why did this group didn't get together during all those years when all anti-government protesters were in prison and they were tortured and they were beaten and they lost their eyes because they were shot at by the communist, socialist, liberal government? Presented another fiction in the form of a question. No one was shot. Show me a fact. No one was shot. No one was tortured. Show me a fact about anyone being shot, anyone being tortured. My dear, I need a fact, because that's not even the Fidesz claims that anyone would have been shot. What they claim is not this. They claim something else, which is also very problematic, but never claim that people were shot, never claim that people were tortured. I'm sorry. That's your story, that's your fiction. Morvai Krisztinát 2014-ben is megválasztották EP lista vezetővé. Akkor is betolt a képviselőtársait. Nem tartozott a néma képviselők közé, sok-sok felszólalásában megemlítette a gázai konfliktust. Izrael állam pár évente meggyilkol és megsebesít 10 000 palesztint, és földig rombolja Gázát. Miért? Mert megteheti. Úgy tűnik számára, hogy semmi következmény nincs. Kérdezem az Európai Tanács itt jelenlévő képviselőjét a következőkről. Első kérdés, mit tesz az Európai Unió azért, hogy a háborús bűnösök büntetőjogi felelősségre vonása megtörténjen? Második kérdés, mit tesz az Európai Unió azért, hogy a károkozásért kártérítési felelősséggel tartozzon Izrael, és ne az Európai Uniós adófizetőnek kelljen újra és újra újjáépíteni azt, amit Izrael lerombol? Harmadik kérdés, teljesen egyértelmű, hogy Izrael rendszeresen és folyamatosan megsérti különösen a második paragrafusát, második cikkét az Izrael és az Európai Unió közötti társulási szerződésnek.
mikor fogják végre ezt a szerződést felfüggeszteni. Kedves biztos asszony és kedves képviselőtársaim, az első intifáda óta, vagyis 2000 óta 125 izraeli gyermek életét követelte ez a véres konfliktus, és 1450 palesztin gyermeket gyilkolt meg a zsidó állam. Önök terroristának nevezik a Hamászt. Kérdezem, hogy logikus-e a következtetésem, hogyha a Hamász egy terrorista szervezet önök szerint, akkor a zsidó államot ugye minden további nélkül lehet ezek után terrorista államnak nevezni, márpedig logikus a kérdés, hogy egy terrorista állammal meddig óhajt még társult partneri kapcsolatban lenni az Európai Unió. Kérdezem önt, biztos asszony, nem látja idejét annak, hogy végre felfüggesszük legalábbis a társult partneri kapcsolatot Izraellel, amely minden kétséget kizáróan egy terrorista állam, amely gyermekeket gyilkol és folyamatosan földet rabol. Köszönöm szépen! Morvai Krisztina Trianon kapcsán is többször felszólalt az EP-ben. Június 4-én volt a 95. évfordulója a trianoni békediktátum aláírásának. Nekünk, magyaroknak ez gyásznap. A győztesek igazságtalan diktátuma az első világháború végén hazámat, a háborúért nem felelős Magyarországot büntetésből brutálisan szétdarabolta. Elvették területeink kétharmadát, 3,5 millió magyart hajtottak idegen államok uralma alá. Mi, magyarok, ebbe soha nem nyugszunk bele, soha nem fogadjuk el. Az önrendelkezés joga minden népet megillet, de ezt a magyaroktól a mai napig megtagadják, holott az elmúlt 3 évtizedben számos európai nép élhetett vele, önálló államot alkothattak, egyesülhettek az anyaországgal, vagy területi autonómiát valósíthattak meg. Az elcsatolt területeken több milliónyi őshonos nemzeti közösségnek minősülő magyar él jogfosztottságban szülőföldjén. Szégyen, hogy az Európai Unió ezt eltűri. Az európai biztonság megőrzése érdekében is követeljük a gyalázatos trianoni diktátum revízióját és önrendelkezési jogot az Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és Kárpátalján élő magyaroknak. Mulcumim. Nem, soha veszem Trianon. És szépen lassan begyűrűzött a migránsválság Magyarországra. A Jobbik előbb akarta a kerítést, majd nem. A kerítés még föl sem épül, de már nyilvánvalóvá vált, hogy alkalmatlan Magyarország megvédésére. Hozzáteszem, hogy az egész nyár a kerítésről szólt, tehát én elvárnám azt is, hogy valamiféle személyi felelősség megállapítása is megtörténjen, hogy ki a felelős azért, hogy egy olyan kerítésről vitázott itt a magyar belpolitika hónapokon keresztül, ami totálisan alkalmatlan a feladatára. Ezt a Jobbik egyébként a kezdetektől fogva jelezte. Ez, úgy tudjuk, Morvai Krisztinának is sok volt. Nem értett egyet a párttal. Ezt is megfogalmazta az Unióban. Kedves képviselőtársaim, mi magyarok legendásan szabadság szerető és autonómiára törekvő nemzet vagyunk. Amikor azt a szót halljuk, hogy szabadság, akkor megdobban a szívünk. Jól lehet tehát bennünket mozgósítani olyan ügyek mellé, hogy az oktatás szabadsága, a tudomány szabadsága, vagy akár szólásszabadság, sajtószabadság. Ami viszont ördögi, hogy ezt kihasználva akarják, mint egy árukapcsolásként eladni nekünk a tömeges migrációt, amit viszont kérem, most már legyenek szívesek tudomásul venni, hogy nem akarunk, visszautasítunk. És kérem, hogy figyeljenek otthon a honfitársaink is erre a gyalázatos trükkre, hogy ugye a szabadság hívó szavai mellé teszik oda például a most tervezett határozatba, a migránsok, akik ugye menekültnek neveznek, a menekültek befogadására való kényszerítését Magyarországnak. És figyeljenek oda otthon is, hogy esetleg jó szándékú emberek kimennek a szabadságjogok mellett tüntetni. Ott van, hogy oktatási szabadság, megdobban a szívünk, de mindjárt ott van mellett a másik tábla, bontsátok le a kerítést. Így akarnak, kérem szépen, árukapcsolással megvezetni bennünket, és ez egy gyalázatos dolog. Szabadságot, emberi méltóságot, emberi jogokat, igen, tömeges migrációt, nem. Majd anyakunkba kaptuk a sargentini jelentést. Volt sok vita és szavazás, amit Morvai Krisztina szabálytalannak minősített.
és migrációbarát képviselőtársaim, hát az a helyzet, hogy önök ezt a sargentini jelentést elbukták. Önök nem győztek, nem kapták meg a kétharmadot ugyanis. Mivel Soros György barátjukat mindenáron ki akarják elégíteni, most elkezdtek csalni, ugye? Azt mondják, hogy a tartózkodás az olyan, mintha az illető nem szavazott volna. Hát legalább egymást ne nézzük hülyének, kedves képviselőtársaink, mindjárt tudjuk, hogy mást jelent a tartózkodás, és más jelent az, hogyha úgy döntök, hogy nem jövök be szavazni. Hogy mondja két magyar képviselőtársamat példaként. Balczó Zoltán korrektül elmondta, vannak a jelentésnek elemei, amivel egyetért, vannak, amelyekkel nem, ezért hozott egy olyan racionális, mérlegelt döntést, amely tartózkodás szavazatban nyilvánult meg. Meszerics Tamás, zöld képviselőtársunk az otthoni pártjától kapott egy olyan instrukciót a szavazásra, amivel ő nem értett egyet, ezért lenyilatkozta a sajtóban, hogy nem jön be szavazni. Ez egy másik történet. Kérem szépen, hagyják abba a csalást. Hát ez gyakorlatilag bűncselekmény. Ez undorító, visszataszító. Vegyék tudomásul, hogy veszítettek. Isten óvja és vezesse Magyarországot. Morvai Krisztina végül egy kötettel zárta le a 2018-as évet. 10 év az Európai Parlamentben címmel jelent meg róla egy könyv. Közben szép csendesen levált a Jobbikról, és a saját útján ment tovább. Nagyon régóta lehet már arról olvasni, hogy meglehetősen fagyos a viszony ön és Vona Gábor között, most már évek óta, 3-4 éve. De igazából azt nem lehet tudni, hogy miért nem beszél önnel a Jobbik elnöke? Hát ez én is nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, egy nagyon fájdalmas kérdés volt ez a én életemben. És akkor egyszer csak, azt hiszem, hogy pont ma éjjel volt, hogy szembesültem valamivel, ami nagyon-nagyon zavaró volt. Tudnélik, hogy lehet, hogy az a baj velem, hogy én mindig emlékeztetném, ha lenne rámódom a Jobbik vezetőségét, a Jobbikos szavazótábort, és a magyar embereket úgy általában a szemkilövetésekre, a tömeges rendőri brutalitásokra, hiszen ennek kapcsán kerültem be a közéletbe, és ennek kapcsán kért fel Vona Gábor is arra, hogy legyek aztán az Európai Parlamenti lista vezetőjük, és hát innen indult a Jobbik, szóval abból a könyvgáz felhőből, ami bejárta 2002-től, a hídblokkádtól kezdve 2010-ig Magyarországot. És ugye most olyan erőkkel akar szövetkezni a Jobbik láthatóan, amelyek ugye állandóan mondják, hogy demokrácia, emberi jogok, szabadság, stb., de könyörögve kérem, hát ők voltak azok, akik lovasrohamot vezényeltek a saját népükre, kardlapoztak, vízágyúztak, gumilövedékeztek, 14 embert lőttek szemen. Ők a demokratikusak, tehát én semmilyen körülmények között úgymond, ha nekem szavam lett volna a párt életében, nem járultam volna hozzá, hogy ezekkel a DK-val, vagy az MSZP-vel, akár közvetve is, az LMP közvetítésével bármilyen fajta egyeztetés, vagy bármi történik. Hogy... Morvai Krisztina a 2015-ös migrációs válságról a mai napig nem feledkezett meg. És ugyan gyűjt most személyes történeteket, migrációval kapcsolatos érzésekről, tapasztalatokról, veszélyekről, kockázatokról. Miért kezdett hozzá ez a gyűjtéshez? Azért, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy mi is kerülhetünk volna állandósult módon olyan helyzetbe, mint most a Nyugat-Európában élők vannak. Ugyanis nálunk is ez volt a helyzet, ez a felvétel, ez 2015 elején Ásotthalmon készült. Tehát még mielőtt ez a bizonyos magyar modell, ez az Európai Unióban irányt mutató, úttörő jellegű magyar modell kialakult volna, többek között az ásotthalmi embereknek a nyomására alakult ki, meg a Vámos Szabadiak, meg a Martonfaiak, tehát az embereknek az ilyenfajta tiltakozása, és az, hogy a valódi emberek, a valódi történeteiket elmondták arról, hogy hogyan fordította fel fenekestül az életüket a tömeges bevándorlásnak a megjelenése, és most, ahogy olvasom az internetes különböző kommenteket, megnézem a különböző televíziókat, úgy tűnik, mintha ez soha nem is lett volna, vagy mintha ez a múlt lenne, ez most már elmúlt, nem kell vele foglalkozni, és én európai parlamenti képviselőként ezt nem így látom. Morvai Krisztina talán az utóbbi
egy évben a sargentini jelentés kapcsán kapott nagyobb sajtófigyelmet, hiszen nem egy alkalommal a sargentini jelentés vitájakor a leghangosabban állt ki Magyarország, illetve a magyar kormány mellett is, és Sargentini Asszony személyében is sokszor támadta. Sok alkalommal mondta el, hogy az a jelentés, amely Magyarországról akkor készült, az valótlanságokat tartalmaz. Sok alkalommal mondta el, hogy Sargentini Asszony egyetlen egy alkalommal sem járt Magyarországon, méghozzá azért nem, mert nem mert Magyarországra eljönni, nehogy szembesüljön a valósággal, és ezáltal Morvai Krisztina egyébként éppen ennek az európai bevándorlás támogató erőknek az egyik legnagyobb ellenfelévé vált, ami küzdelem azóta is fennáll közte is, illetve az európai bevándorlás támogató erők között. El tudom képzelni, hogy megpróbál egy új szervezetet létrehozni, amelyik nem pártként funkcionál, hanem valamiféle a nemzeti oldalt erősítő alapítvány vagy értelmiségi kör, és az ő nevével azt gondolja majd, hogy talán csatlakozza, vagy közelítve a Mi Hazánk mozgalomhoz, ha nem is abban részt véve, de azt a bázis, azt az ex-jobbikos bázist próbálja majd erősíteni, immár egy jóval mérsékeltebb hangnemben, de mégiscsak azok alapvető tendenciák mentén, amelyek mentén korábban a Jobbik politizált, tévéstúdiókban, interjúkban, akár a közösségi médián keresztül ma már megtalálja azokat az eszközöket, hogyha nem is aktív politikusként, de mégis egyfajta értelmiségiként vagy expolitikusként ki tudja fejteni a véleményét. És amit azért úgy gondolok, hogy benne van a pakliban, hogy a Toroczkai Lászlóik féle Mi Hazánk mozgalmat ő ezzel majd, ha nem is belülről, de kívülről külső segítőként tudja majd támogatni. De benne van az is a pakliban, hogy valóban visszavonul, és visszavonult életet él, és nem hallunk többet róla, legalábbis az újságban nem olvasunk többet róla. Azt még nem tudjuk, hogy Morvai Krisztina szakértőként visszatér-e, vagy csak a tanítással és a kutatással foglalkozik. Minden esetre ezzel a számmal búcsúzunk tőle. Örök mementó marad az a nap, mit nem felejthet el soha, ki ott volt. Tova tűnt pillanat, örökre így marad. A szabadság betűiből hófehér barikád épül. Diadalt arat, győz az igaz szó. Én ezt adom neked, örök emlékül. Legközelebb egy újabb főhőssel várjuk Önöket. Viszlát!